Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jön egy kis Battlefield 4 helikopter update, mert ugye jöttek patchek, jött egy anti-air akna, aztán patcheltek ezen, patcheltek azon, és a helikoptert úgy, hogy van, megölték. Tehát gyakorlatilag például, hogyha attack chopperbe ősz, akkor nem más vagy, mint egy nagy kövér célpont, egy nagy repülő koporsóban, és bármi ki tudsz szenni, Stinger, tank, anti-air akna, a hajó, hogyha arról van szó, akkor throw, active radar, minden, ami ott van, és egyszerűen helikopterrel tud menni. Értem én, hogy például az attack chopperrel mit akartok elérni, hogy berepülsz, megcsinálod azt a bizonyos sebzést, vagy kilövöd azt az bizonyos ellenfelet, benyomod az elhárító egységedet, és már is repülsz ki a történetről. Ez így fasza is volt addig, ameddig be nem hozták a Naval Strike patchet, hogy úgy mondjam, és behozták a különböző új dolgokat. Mit például a throw rakéta vető ott van, rád lőnek, nem is hallod, nem is csipog semmi, eltalál, puff, szia. Ott aktív radar az utolsó pillanatban csipog, nincs esélyed semmi esetre, ha kinyomod a védekező mechanizmusodat, akkor is be fog találni. Tankkal gyakorlatilag attack choppert se perc alatt el lehet találni most már, úgyhogy nagyon-nagyon durván el lett kurva például az attack chopper. Hamarosan fogok csinálni egy videót, ugye mind nekünk a repülés szerelmesének fogok csinálni egy attack chopper videót, megpróbálok csinálni egy attack chopper videót, megpróbálok rájönni a különböző technikákra, hogy hogyan igyekezze elkerülni az anti-airt, a stingereket, vagy ilyesmit, tehát még agilisebb lenni az a bizonyos kövér célpont, ami még lassú is. Egyedül a Little Bird, amivel egy picit az embernek lehet esélye, és ezt láthatjátok most, ahogy itt kilódok Little Bird-el, hogy úgy mondjam. Van ott egy srác mellettem, de most ő egy engineer, de fikarszit nem javított rajtam, úgyhogy az egészet gyakorlatilag magamnak egyedül kellett leküzdeni. És most akkor jön ugye a nyers valóság a helikopterekkel kapcsolatban, hogy egyedül hogyan tudsz mégis szembeszállni, mert tudom, hogy mi, akik szeretünk repülni, helikopterezni, azok mi akkor is helibe szállunk, amikor tudjuk, hogy nem sok esély van rá, és nem fognak nagyon minket javítani, stb. Stb. A játék második fele, nem fogok beszélni, hanem a játék full hangját fogjátok hallani, hogy lássátok, hogy hogyan működik ez a mostani új védekező mechanizmus, mikor kapcsolom be a füstöt, mikor fogom menekülőre, mennyit kockáztatok, mert tudom, hogy az, aki helizik, az érteni fogja, hogy mit, hogyan, miért csinálok, és igyekszem megvédeni magam. Nos, miben változott a helizés? Ez ugye worst case scenario, ha a legrosszabb esetben vagyunk. Egyedül ülsz a helibe, mit kell csinálni például egy Little Birdben vagy attack chopperben is. Attack chopperben, aki látta a haladó tippek videómat, az most még inkább fogadja meg azokat a tanácsokat, még inkább ügyeljen arra, hogy helizik. Javaslom lecsekkolni azt a videót is, hagyok egy linket a leírásban, de most attól persze tényleg még inkább meg kell fogadni azokat a tanácsokat, hogy úgy mondjam, hogy viszonylag effektívek maradjunk, próbáljuk meg. Nos, de most beszéljünk ugye egy kicsit az általános ugye támadó rendszereknél, azért megmaradt a régi stílus, bemész, és letámadsz, és most már a Little Bird is ebbe a kategóriába tartozik, berohansz a pályára, lelövöd azt a 2-3 embert, már hallani fogod, hogy bemérnek, és aki helizik, az tudja, hogy van az a bizonyos pipipipipip hang, hogy így mondjam, és ugye az kb. 2 másodperc, amíg bemér egy adott valami fegyver, elkezd bemérni, az kb. 2 másodperc. Na, mondta, amit leért az a 2 másodperc, nem várod meg úgy, mint régen, hogy elkezdjen folyamatosan csipogni, nem várod meg azt, hanem már rögtön kinyomod a védekezési mechanizmusodat, és rögtön menekülőre fogod bármi fedezék mögé, spóra, ki a hatótávjából annak a bizonyos fegyvernek, ami bemér, és vissza se nézel, és nincs olyan, hogy hát ha már nem mér be, nincs olyan, hogy megkockáztatom, tényleg menekülőre kell fogni, és kötelező módon meg kell várni ahhoz, hogy bekapcsoljon a védekezési rendszeret, hogy újra a támadásba tudj lendülni, és megszerez magamnak ezt a párkit. Még inkább türelem kell hozzá, mint régen. Tehát még egyszer mondom, hogyha arról van szó, hogy betámadsz ellenfél pilóták közé, és tudod, hogy vannak stingeresek, stb., akkor bemész, lősz egy-kettőt, hallod, hogy bemérnek ECM-be, rögtön nem vár semmire, és már menekülsz is. És így tudod életben tartani a helikoptert gyakorlatilag, ha elég ügyes pilóta vagy és jól tudsz elmenekülni. A következő
jó dolog, amit én észrevettem, még mielőtt arra rátérnék, különböző pályákon így vagy úgy, de effektívebben lehet helikopterezni. Például itt Hanai Resorton is már van egy nagy épület, ami mögé azért meg el lehet bujkálni, Flood Zone-on, mert sok épület van, ami közé el lehet bujkálni. Időnként závodon is elég jól ki lehet magad játszani, kivéve, hogyha az anti-RS-ek ügyesek. Siege of Shanghai még mindig megmaradt egy viszonylag jó helikopterező területnek az épületek és annak nyújtott a védelme miatt. Nos, ami jó dolog, amit észrevettem, az, hogyha látják a játékosok, hogy elég ügyes pilóta vagy, akkor rád fognak csatlakozni, és egy-két inginér már is elkezd javítani, némelyik ott is marad egy-két pluszpont érdekében, és emiatt, de tök idegenek, például most egyébként Tibi kolléga is ezt csinálta, időnként rád csatlakozott, kicsit megjavított, azt ment tovább már az ő saját játékára, és ez így tökre rendjén is volt egyébként. Nos, és így azért életben tudott tartani a helikopteredet. Mi van akkor, hogyha a helikopter vs helikopter csatára kerül? Annyiban változott a dolog, még mindig az a trükk, hogy a ellenfél helikoptere fölött igyekez maradni, és hogyha egy mód van rá, lebd meg. Főleg azért lebd meg, mert most már a pilóták félénkebbek, és amint hallják, hogy bemérik őket, már kinyomják a különböző védelmi rendszerést, és onnan nyert ügyed van gyakorlatilag, mert előtte a védekezését, belövöd neki a két rakétát, egy pár golyó, szervusz, hello, pont azért, mert ugye már félnek attól, hogy valami olyasmi méri be őket, ami rögtön leszedi. Nos, a Throw Air rakétavető ellen és azt a aktív radar ellen tulajdonképpen nem nagyon tudsz mit csinálni, semmit se tudsz csinálni inkább, úgyhogyha eltalálnak ott vége a partinak, tehát ami a ne is keseredj el. Itt majd látjátok, hogy elkezdek támadni egy jeepet, gyakorlatilag féltem túlmenni egy ponton, hogy nem érjenek be, mert tudom, hogy már valami bemérés folyik, és távolra el akartam kezdeni kiszedni, és kiszedtek a pilótaülésre, elég amatőr hiba, vagy hát nem is tudom, inkább csak félelem azért lehet, hogy ne mérjenek be, ezért távolra akartam kiszedni, de ügyes volt az ellenfél, aztán kiszedett. Nos, a támadás helikopter ellenről még annyit, hogy igyekez fölé fölötte maradni, igyekez meglepni, hogy mondani, de ha nem, nincs az a meglepés, hogy szemtől szembe vagy vele, és ő is lát, te is látod, akkor trükközz úgy, igyekez úgy repülő, minél közelebb kerülj hozzá, mondjuk egy olyan jó 100 méteres távolságon belül, és akkor kezd el bemérni az ellenfél helikopterét, és attól a percre kezdve mindegy, hogy kinyomja a védekezési rendszerét, vagy sem, be fog találni a két rakétát, tehát itt változott. Viszont neked mit kell csinálnod, hogyha ilyen közel vagy az ellenfél helikopteréző, és elkezd bemérni. És akkor jön a te trükköd, amint elkezd bemérni, kinyomod a izét, a védekezési rendszeredet, még közelebb mész hozzá, és belövöd neki a két rakétát. Nincs az az Isten, hogy el tudja hárítani. Szóval itt jön a sakk játszma. Szemtől szembe igyekezd egy 100 méteren belülre menni tőle, elkezded bemérni, ha szerencséd van, ellövi azt a Flares, mert már pedig majdnem biztos, hogy ellövi, de hogyha nem lövi el, mert egy tapasztaltabb pilóta, akkor abból a távolból, a 100-150 méteres távból be fog találni mind a két rakéta gyakorlatilag, és okoz neki egy mobility hitet minimum. Nos, így fogadjátok meg. Ha pedig ugye az van, hogy szemtől szembe, és ő kezd el bemérni, te is elkezded bemérni, amint hallod, hogy bemér, nyomd el azt az ECM-et, menj még közelebb, olyankor menj még közelebb hozzá, még közelebb, hogy még biztosabb legyen a cél, és ha közelérsz hozzá bim-bim kettőt, és már is alád kerül. És amilyen közel, és te fönn tudsz maradni a levegőbe, már is alád kerül, és onnantól kezdve nyert ügyed van, megijed, kiugrik, lelövöd, onnantól kezdve már meglátod, eldönti a játék, szóval így zajlanak mostanában a helikopter csaták 1v1, ha nincs engineered. Tehát ez így a legrosszabb eset, hogy úgy mondjam. Ha van engineered, ha egy van, akkor is óvatosnak kell lenni, ha kettő van, lehetsz bátrabb egy kicsit. De, hogy úgy mondjam, azért akkor mind a két inginérnek maximálisan javítania kell téged. Nos, ennyi lett volna, következő részt figyeljétek meg, akik heliznek, érteni fogják, hogy mit, miért, hogyan csinálok, és mikor kapcsolom be, mikor menekülök, mikor támadok. Köszönöm a figyelmet, Necrocrim voltam, sziasztok!
Objective Delta. Hostile missile has been launched. Have spotted.